Péter apostol első leveléből, az első részből olvasom az igét, a harmadik verstől a hetedikig. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Tulajdonképpen a tanítványok között messziről mertem indulni. A Prédikátor könyve, a Salamon bölcsessége dolgát vettem előre, amiről Calvin kimutatta, hogy teli van otromba tévedésekkel és elképesztő tanításokkal, amik a Jézus Krisztus beszédeiben nem állnak meg. Az a kijelentés, hogy Isten hatalma őriz, először azt jelenti, hogy újjászülettünk élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Nagyon röviden slagvortokba. 1. Isten a forrása ennek a megváltásnak. 2. Nagy irgalmassága az oka, hogy újjászült élő reménységre. 3. Az újjászületés annak a lényege, hogy a feltámadás által élő reménységet kapunk és új életet vele nála. 4. Az élő reménység a jutalma ennek a fajta hitnek, hogy rendíthetetlenül megmarad, és erről beszélget Isten hatalma őriz az üdvösségre. Akinek van hozzá Istentől kapott ajándéka, prédikálja el ezt a 4 pontot, külön is szedheti, nagyon-nagyon sok öröme lesz benne. Most ezt, amit eddig elmondtam, summázom. A bűnösöknek a síron túl nincs élő reménysége. A halál ítélete kettősége vár rá. Isten haragja még megelégítetlen, az ítélet haragja még eljön. Ez vár a bűnösre. Summa az Isten gyerekei dolgában. Az újjászületett életűnek kettő bizonysága van. 1. Isten haragja megbékítetett. 2. A feltámadás pedig az Atya ámenje erre. Hát nézzük, minket Isten hatalma őriz hitáltal, 1 Péter 1:5. Mivel rengeteg emberrel szemben alig van ember, akivel Isten találkozott, így a nagy többségnek nincs fogalma Istentől, a hatalmáról. Tehát a rengetegnek nincs fogalma Istenről és hatalmáról. Az emberben sokféle nyomorúságnak egész világa van, meg vagyunk fosztva az isteni ékességeinktől, szégyenletes mezítelenségbe állunk Isten előtt. Így mondja a Szentírás, mindenek leplezetlenek, mezítelenek ő előtte. Vétkek roppant tömegét látja és tárja föl, erőtlenséget, gonoszságot, tudatlanságot, romlottságot, rothadandóságot, boldogtalanságot, hiúságot, és magához hívja ebből a masszából, ebből a tömegből azokat, akiket élő reménységgel a Jézus Krisztusban új életre
hívott el, és élettel ajándékoz meg. Egyedül az Úrban van boldogság, minden elégséges erő, és hatalom, és szeretet, és kegyelem, és élet, és éltető szándék, minden javak tökéletes bősége egyedül az Úrban van. Az ember csak Isten kutatásában és vizsgálatában juthat el az igazság megismerésére. Hogyan? Isten kutatásában, vizsgálatában akarja is, hogy ezt tegyük? Kötelezi az embert erre. Igen, de a Szentírás azt mondja, hogy Isten szent, ezért a közelsége, dicsősége megrendíti, megzavarja, félelmében összeroskasztja az embert, nem lát az ember élvén. Olyan megdöbbentő a Bírák 13.12, az Ézsaiás 6.5, az Ezékiel 1.28, az Ezékiel 3.14, rettenetes Isten szívének és színének a látása. Ézsaiás 24.23. Megszégyenül a hold, elpirul a nap, midőn uralkodik a seregek ura. Biztos közismert mondat előttetek. Senki nem érezheti Istent akár atyának, akár üdvössége szerzőjének, akár bármiként kegyelmes Istennek, míg meg nem jelenik közben jávul a Krisztus, hogy őt irányunkba kiengesztelje. Istennek kettős ismerete először a teremtő, így jelenti ki magát. Ezt a népek tudják. Ezt a fajta ismeretet ismerte annak idején Jákob is, meg Ábrahám is. A vallásban úgy áll előttünk, hogy a világot megteremtette, végtelen hatalmával fenntartja, bölcsességgel kormányozza, jóságával őrzi, az emberiséget igazságos ítéletével vezérli, könyörületességével, tűri oltalmával védi, és sehol nem találjuk rajta kívül a bölcsességnek, világosságnak, igazságnak, hatalomnak, hibátlanságnak és tiszta igazságnak egyetlen egy cseppjét sem, ami ne tőle eredne, és nem ő lenne az oka. Ezért kell megtanulnia mindent, tőle várnia az embernek, mindent tőle kérni, aztán mindent, ha kapott, megköszönni. Amíg ezt az ember nem így látja, minden forrása az átokra van kapcsolva. Az átokban hiúság van, makacság van, magunk bölcsessége, keresése van, a Róma 1.22 nagyon világosan összegzi, gonosz vágyakozásban élnek, ördögi büszkeséggel, Isten ellen okoskodnak, és ebben a világban, akiket Isten ebből az állapotból kiemelt, mert mi is futottunk velük együtt, amíg a kegyelemnek órája, az üdvösségnek napja el nem érkezett, amikor megszólított, szívünkre beszélt és legyőzött, meggyőzött, azóta Krisztus hatalma őriz, feltámasztó hatalmú, az ítélő hatalmú, Jézus Krisztusban való hitben, szeretetével és szent lelkével őriz minden hívő gyermekét. Kegyelemmel és irgalommal őriz, elválaszthatatlanul megőriz, győzedelmesen őriz az üdvösségre. Tudod, ennyit mára. Akinek van füle, hallja. Akinek megnyílt a szeme, látja. Aki értelmet kapott, megérti, melyik világban, melyik világból hívott ki a mennyei otthonába, és erre az övéit meg is őrzi. Amen.